Bátorító üzenetek minden napra. maiige.hu A jó és a rossz szokások észrevétlenül megkönnyítik, vagy éppen megkeserítik mindennapi életünket. Tudtad, hogy már pár egyszerű szokással is csodálatosan megváltoztathatod a jövődet? A Szokások ereje című ingyenes kiadványunk segít akár 10 olyan szokást kialakítani, amely megváltoztathatja az életedet és a jövődet is. Rendeld meg a videó leírásában található linken, vagy írd nekünk az info@maiige.hu e-mail címre. Hogyan éljük túl a nehéz időket? Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Pál Filippibeliekhez írott levele, 3. fejezet, 8. vers. A nehéz idők túlélésének titka nem abban rejlik, mit tudunk, hanem abban, kit ismerünk. Azt mondod, több bajod van, mint Jobbnak. Nos, amikor Jobb lába alól kicsúszott a talaj, ő ezt mondta. De ő tudja, milyen úton járok. Ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok. Szorosan járok a nyomában, az ő útján maradok, nem térek le róla. Ajkának parancsából nem engedek, keblembe zártam szája mondásait. Jobb könyve 23. fejezet 10-től a 12. versig. Pál élete sem volt egyszerű. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és veszültségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Pál Korintusbeliekhez írott 2. levele, 11. fejezet, 26-tól a 28. versig. Ezt a felsorolást olvasva azt kérdezzük, hogyan csinálta? Pál ismerte a nehéz idők túlélésének titkát. Mi volt az? Engedni, hogy gondjai közelebb vigyék őt az Úrhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Pál Korintusbeliekhez írott 2. levele, 12. fejezet, 9-től a 10. versig. Szeretnéd azt, ami Jobbnak és Pálnak volt? Akkor közeledj az Úrhoz. Ez a titka. Te ismered már azt a 10 életedet és jövődet megváltoztató szokást, amely Istennel való kapcsolatodat erősíti? A Szokások ereje című ingyenes kiadványunkat megrendelheted a videó leírásában található link alatt.